Elindult az idei tanév a Pécsi Koch Valéria iskola központban is. Az általános iskolában és a gimnáziumban is több osztályi tanuló kezdte el az új tanévet. Az idei évben két új 9. osztállyal fogunk indulni, az első évfolyamra pedig 3 osztályba tudtunk beiratni diákokat, ebből az egyik egynyelvű osztály. Körülbelül 900 diákkal indulunk a tanévben. Az idei tanévben lépett életbe a telefonok és egyéb elektronikus eszközök szabályozása a közoktatásban. A Nemzetiségi Gimnáziumban, amellett, hogy az eszközök használatát korlátozzák, alkalmazzák a digitális oktatást, és ezen nem terveznek változtatni. Az idei tanév elején elég sok újdonság van, mind a diákok, mind pedig a tanár kollégáink számára. Ha a diákokkal kezdeném, akkor a telefonokra, az okos eszközökre vonatkozó szabályozás az, amelyik mindenkire vonatkozóan sok újdonságot jelent. A házirendünket is ennek megfelelően megváltoztattuk. Az okos eszközök használatára a tagozatonként különböző szabályozás fog vonatkozni. A tanév a nap elején beszedjük a telefonokat. Vonatkozik a laptopokra és az okos órákra is, hogy a szünetekben, illetve az érkezést követően a tanóra megkezdéséig ezeket az eszközöket nem lehet használni. Én azt gondolom, hogy pozitív módon hozzá fog járulni az egészséges kommunikációhoz az intézményben, a gyerekek végre beszélgetnek majd egymás. A Koch Valéria Gimnázium október 11-én egy nyílt nap keretében várja az érdeklődő diákokat, amelyre az iskola honlapján lehet regisztrálni.